Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! A fiammal, a drága, szeretett fiammal most jöttünk ki a moziból. Nagyon jó filmet láttunk, viszont az volt a kérdés, és pont a mozi előtt hosszasan beszélgettem a fiammal, sok mindenről szoktuk. Most az volt a téma, hogy akkor, amikor a szülők majd 70-80-90-100 éves korba elmennek, de legyen a 90-100 mindenkinek, magamnak is ezt kívánom, szeretteimnek is. Fontos az, hogy élményekről tudjon emlékezni a gyerek, vagy mondjuk gyerekkorban hogy éli meg azt a bizonyos apa gyermek, vagy anya gyermek, tehát a szülő gyermek kapcsolatát. És mindjárt kérdezem a fiamat, mielőtt a véleménye, tudjátok, sokszor nagyon sok bölcset volt, és most kíváncsi vagyok én is, hogy mit mond. Sziasztok! Szerintem nekem az a véleményem, hogy hát ez egy igazából egy kifejlődő kapcsolat, hogyha sokat dolgozol, hétvégenként el tudsz menni a gyerekeddel, az anyukáddal vagy apukáddal, és sőt testvéreiddel is el tudsz menni. És az, hogyha egy társaságban kérdezik, hogy anyukáddal milyen élmény volt, apukáddal, testvéreddel, akkor el tudod mondani büszkén, és a lelkednek is ez megnyugtató, hogy nem vagy külön. Igen, de az a kérdésünk, hogy tehát így lelkileg, fiam, neked jó az, hogy sokat megyünk? Élményei vannak? Igen. Hol tartod az élményeket? Hát itt a lelkemben. Ott? És ott, és ott. Igen, persze így van, mi nagyon sokat megyünk. Annak ellenére, hogy sokat dolgozom. Sokat dolgozom, még fiam? Elég sokat. De kell ez a munka nekem? Miért? Hát mert fenntartod magad, és minél többet tudsz élni, és eltáltasz minket. Igen. Hát igen, a legfontosabb valóban az, hogy egy szülő, egy apa főleg, azért tegye meg mindent a gyerekeiért. Megteszek én mindent, fiam, vagy vannak hiányosságai? Mondd csak ki nyugodtan. Itt most ezt senki se látja, csak nyugodtan mondd el. Mindent. De mi az, amit mi kéne tennem? Semmi más. Szerintem egy apukáról az elég, hogyha dolgozik, és ad kaját az gyerekének a szájában. Igen, de mit teszek én érted? Mert ez az apuka, ez a normál. Sokat. Mit? Sokat. Igen. Így van, mert pontosan igaza van a fiamnak, hogy a szeretet tényleg az fontos, az is. Persze. Te szeretlek én tényleg? Ebben a szeretet benne van, hogy elvisz valaki bárhova, vagy még lemész a játszótérhez is. De én szeretlek téged? Persze. Biztos? Igen. Tuti? Tuti. És te? Én is. Kicsit? Nagyon. Nagyon? Mennyire? Nagyon-nagyon. Mert ezért húszom, tudom, én is imádom a fiamat. Életem azonnal adnám, érte? De éljen 100 évig, azért fiam azért drága, hogy gyerekeim, és mindenki éljen sokáig. Elköszönjük, sziasztok! Sziasztok!